A nyugatukrajnaik Melnycki város egyik kerületi bírósága feltételesen szabadlábra helyezte az első két elítéltet, akik kérték a katonai mozgósításukat, hozta nyilvánosságra a bíróság sajtószolgálata hozzátéve, hogy még további 50 hasonló ügyet tárgyal. A közlemény szerint a 24, illetve 43 éves férfiakat 2022 őszén ítélték el lopásért. Az egyiket négy év 9 hónapra, a másikat 5 év 5 hónapra. A határozatok szövege kimondja, hogy egészségügyi szempontból mindketten alkalmasak a katonai szolgálatra, átestek szakmai és pszichológiai vizsgálaton, és megfelelő szintű fizikai felkészültséggel rendelkeznek a rájuk bízott katonai feladatok el ellátásához, mint ismeretes, Ukrajnában már biztosította jogi háttere az elítéltek katonai besorozásához, ha önként kérik letöltendő éveik kiváltását a bevonulással.